Szombaton tartották a Bartók Fesztivál nyitó koncertjét. A nagymúltú rendezvény egyik legfőbb célja bizonyítani, hogy Bartók Béla zenéje nem csak a vájt fülűek számára érthető és élvezhető. Nagyon fontos hagyomány részesei lehetünk, hiszen a Bartók Szeminárium tulajdonképpen jogerőnyét tekintve, budapesti eseményeket tekintve éppen 50. alkalommal kerül megrendezés 1967 óta. Kocka Tibor alpolgármester arról beszélt, hogy Bartók életében kulcs szerepet játszottak a nők, akik művei legfőbb ihletői voltak. Majd utalt az idei emlékévre. A Szent Márton év egyik szlogenje az, hogy felemelő szeretettel. Engedjék meg, hogy most a mai nyitó koncertet és az egész fesztivált, a Mesterpulzust felemelő szeretettel ajánljam figyelmükbe. A nyitókoncerten a bartóki életmű szakavatott ismerője Kocsis Zoltán dirigálta a Szavária Szimfonikus Zenekart. Felcsendült egyebek mellett a két portré, amit a Geyer Steffi iránti beteljesületlen szerelem ihletett. A Geyer Steffi téma Bartók életművében visszatérő motívum. Ennek a témának az első öt hangja a D-fisz, A, cis, D. Ez Bartóknak tényleg több művében megjelenik. Többek között ez a mottója a tíz könnyű zongoradarabnak, de megjelenik a 13-as, 14-es bagatellben is. Az egyhetes programban olyan neves muzsikusok játékát élvezheti a közönség, mint Kokas Katalin és Kelemen Barna hegedű művészek, vagy Komlósi Ildikó operaénekes. Lesz jazz és népzenei koncert, táncjáték és kiállítás is. A fesztivállal együtt zajló szemináriumra 18 országból érkeznek résztvevők. Zeneszerzés, hegedű, karmesteri és operamester kurzust szerveznek. A 12 karmester növendék Homlok Zsolt vezetésével már vasárnap elkezdte a munkát. Hétfőtől fognak holnaptól nagy zenekarral dolgozni a növendékek, és akkor már tényleg Bartók és a korának művészetére koncentrálnak. Ma még Haydn-ön gyakorolhatják a mesterfogásokat, de ugyanígy Komlósi Ildikó, Kelemen Barnabás tart mesterkurzust, illetve Jinám Leaf, a Jeruzsálemi Zeneakadémia tanszékvezető professzora. A karmesteri mesterkurzus résztvevői vezényelnek a szombati zárókoncerten. Bartók Brácsa versenye mellett az egy kiállítás képei és Stravinsky Tűzmadara hangzik el.